Üdvözlök mindenkit, Nyelenszky Bálint vagyok a... Igen? A Gringótól. Imáron 5 éve vezetem a Gringót, a szolgáltatásunk egy kicsit több mint 2 éve megy. Nem tudom, hogy mindenki ismeri, hogy mi a Gringó, de alapvetően ez egy mobilappal bérelhető autóflotta, csak elektromos flotta, vagy csak elektromos autók érhetőek el, és perc alapon lehet fizetni. Mi vagyunk az elsők a piacon, és mindmárig az egyetlen, aki csak elektromos autóval szolgáltat Budapesten. A Szabadsághíd az majd egy keretes szerkezetbe foglalja az előadást. Kezdtünk egy smogos képpel, mert hogy alapvetően a légszennyezettséggel kapcsolatban tartom ezt az előadást, hogy mit tudunk mi, mint carsharing a lég, illetve a zajszennyezéssel kezdeni. Itt a háttérben látható Európának a levegő minőség térképe. Ezzel kapcsolatban volt egy az Európai Számvevőszéknek 2018-ban egy riportja, hogy a levegő minőség az hogy befolyásolja az életet, és elég rosszul, hiszen 400 ezer korai halálnak a felelőse a levegő minőség, illetve több milliárd euró kezelési költség keletkezik ezért, hogy emiatt Európában. És az látszik, hogy mintha a vasfüggöny még mindig élne, és a keleti blokknak az országaiban sokkal rosszabb lenne a levegő minőség, és ezen belül alapvetően a városok azok, amik nagyon kitettek a rossz levegőnek. Úgyhogy Budapesten megnézzük, hogy akkor mit tudunk tenni. Ugye mi alapvetően közlekedéssel foglalkozunk, úgyhogy azzal szeretnénk összehasonlítani. 63 vagy 630 ezer autó van most Budapesten regisztrálva. És a rossz hír az, hogy az elmúlt 5 évben 10%-kal nőtt az autók száma, úgyhogy ezért is tapasztaljuk azt, hogy a dugók azok egyre nagyobbak, és hogy egyre kevesebb a parkolóhely. És még két nagyon rossz hírem van, az egyik, hogy az autók átlag életkora az 14 év, ami Európának így a sereghajtójai vagyunk ebből a szempontból, és hogy az elmúlt években nem javult ez a helyzet, hanem egyre romlott, ami ugye nem javít azon, hogy egy élhető városba éljünk. De hogy mit jelent ez a levegő minőséggel kapcsolatban? Engem sokkolt az az adat, amikor először megnéztük, hogy egy benzines autónak a kibocsátása egy éve mennyi, egy átlagos magyar autónak, az, hogy 4,5 tonna szén-dioxidot ereget ki egy évben. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk, mint carsharing szolgáltatónak, elég nagy a felelősségünk abban, hogy milyen modellt választunk, úgyhogy a legelején, amikor kitaláltuk 2013-ban, hogy hogyan is szeretnénk mi működni, akkor egyből az volt, hogy elektromossal, mert azt gondoljuk, hogy az elektromobilitás az a jövő, mint hogyha a jelen pillanatban is egy luxus termék, egy elektromos autó, de azzal, hogy mi ezzel szolgáltatunk, ezzel ezt a luxus terméket elérhetővé tudjuk tenni az embereknek. És méghozzá azért is szeretnénk ezt megtenni, mert egy átlagos személyautónak a kihasználtsága, nem tudom, hogy ti tudjátok-e, de hogy 2-4%, hogyha időben nézzük, azaz 96-98%-ban áll az úton, vagy az ott parkolóhelyen, vagy a garázsban, és várja a gazdáját, hogy egy kicsit menjen bele. Ezzel szemben egy carsharing autónak a kihasználtsága az 10, de akár 25% is lehet. Úgyhogy így 5-10-11 autót is ki tud váltani egy carsharing autó, ezáltal csökkentve a forgalmat, csökkentve az autók számát, növelve az elérhető parkolóhelyeknek a számát. Ami azért is fontos, mert volt egy kimutatás vagy egy kutatás ezzel kapcsolatban, hogy a forgalomban részvevők mit is csinálnak éppen a forgalomban, és van olyan pillanat, amikor 30%-uk parkolóhelyet keres. Tehát amikor nagy dugó van, akkor általában az emberek éppen parkolóhelyet keresnek, ezáltal is tovább növelve a forgalmat. Úgyhogy nekünk nagyon fontos volt az, hogy carsharinget csináljunk, és hogy ezen belül elektromosat, és ezt alá is támasztott egy kutatás, ami nekünk egy ilyen belső driver volt, hogy az ökotudatosságot az emberekben mi tudja leginkább befolyásolni. És az első helyen az a család és a barátok volt, a második helyen a média, a tévé, meg a nyomtatott sajtó, és a harmadik helyen a vállalatoknak a kommunikációja volt. Sajnos az iskola az 5.-6. helyen végzett. Úgyhogy azt gondolom, hogy vállalati felelősségvállalás ebben a témakörben ez nem csak szükséges, hanem elengedhetetlen. És hogy az elmúlt évben volt ugye 4,5 tonna egy átlagos magyar autó kibocsátása széndioxidból. Mi, hogyha ezt átszámoljuk a saját flottánkra és a futott kilométerekre,
akkor 7,3 millió kilogramm széndioxidtól sikerült mentesítenünk a várost azzal, hogy az autóink lokális kibocsátása az nulla, és a Lánchíd az nem csak egy dizájnelem, hanem egy referenciapont is, mert a Lánchídnak a tömege az 5 millió kilogramm, tehát másfél Lánchídat sikerült nem kipufogtatnunk Budapesten. És ezt tesszük mindezt úgy, hogy magánszemélyek és most már vállalatok is felismerik azt, hogy bár Donald Trump nem hisz a klímaváltozásban, de azért vannak még olyanok, akik elhisznek a tudósoknak. Úgyhogy látjuk azt, hogy a vállalatok is felültek erre, és ökotudatosabban próbálkoznak a saját folyamatikat nem csak kifele kommunikálva is elvégezni. És hogy hova tovább, most 2 év alatt elértünk 300 autóra, így már megfelelő mennyiségű adatunk van ahhoz, ugye adat az új olaj, ezt már évek óta mindenki ezt mondja, és mi ezt próbáljuk hasznosítani kétféleképpen is, az egyik az, hogy optimalizálni a flottánknak az eloszlását, mert maga a szolgáltatásunk az is szokás, ami azt jelenti, hogy akkor jön vissza egy vevő, hogyha van a közelében mindig autó. Úgyhogy mi azon dolgozunk minden nap, hogy az autókat újra allokáljuk és mindig oda tegyük, ahol éppen a leginkább van rá szükség. Illetve még azzal is próbálunk segíteni Budapesten, hogy a smog riadó van, tájékoztatási fokozat, vagy maga a riadó szint van, akkor kedvezményt biztosítunk. Nem úgy, mint az Uber, hogy árat emelünk, hanem inkább árat csökkentünk, hogy élhető maradjon Budapest, akár egy smog riadó alatt is, amit tudunk, azt megteszünk ezért. Úgyhogy egyrészt köszönöm a figyelmet, másrészt meg azt gondolom, hogy mi nem fogjuk megmenteni a várost, de szeretnénk részesei lenni a megmentésben. Köszönöm. Köszönjük Bálintnak az előadást. Nekem nagyon tetszett a pulcsia, ahogy reflektált a Green című kezdetű vállalatnak a nevére. Hogy a következő Pecsakucsi előadó nem más, mint Kapitány Alexandra, aki a klíma és városszennyezéshez úgy kapcsolódik, hogy egy olyan projektről fog nektek beszélni, ami többnyire a sétálásról szól. Hiszen nem csak a kocsiknak az elektromos átételével, hanem azzal is lehet segíteni a városszennyezés csökkentésén, hogy egész egyszerűen sétálunk A pontból B pontba. Alexandra, gyere, tégyél szívben! Köszöntök mindenki! Onnan folytatom, ahol Bálint abba hagyta, hogy az adatok nagy része városokban keletkezik. Nagyon fontos feltennünk a kérdést, hogy maga a város is rengeteg adatot termel, és a benne lakók is. Ez egy fontos kérdés, hogy milyen hatással lehet a digitalizáció a városfejlődésre, illetve vajon az általunk folyamatosan épített középkori városformája, európai városformája átalakul-e a politika intézménye, a logikája, az együttműködések hálózata, azt szerint, hogy ez a digitális forradalom eléri őt. Ugye ezek az átalakulások folyamatosan megfigyelhetőek voltak, hiszen az írástudás megjelenésével, a számítógépek fejlődésével és később a komplex hálózatok megjelenésével teljesen átalakult az épített környezet körülötti infrastruktúra. Nagyon fontos megemlíteni Victor Hugo This Will Kill That gondolatát, ahol azt feltételezte, hogy a technológiai fejlődésével az építészet, mint egy tudás lenyomata meg fog szűnni, és meg fogja ölni magát az egészet. Viszont a probléma megoldás, mint olyan, a kezdetektől jelen volt. Többször megfigyelhettük már az 1800-as években is, hogy különböző adatokat próbáltak elemezni és megmutatni. Ez a nagyon-nagyon jó ábra, az egyik kedvencem. Ez a kolera járvány adatvizualizációja és egyfajta döntéstámogatásként jelent meg a kori járvány idején. Ezzel meg tudták fékezni a járvány terjedését is valamilyen szinten, hogy ábrázolták a megbetegedések számát. Egyre több város ismeri fel az urbanizáció negatív hatásait, és egyre több forgalomcsillapított övezetet hoznak létre, sétáló utcákat, hiszen a sétáló utcák kialakítása alapvetően rengeteg szolgáltatás megtelepedéséhez vezet. Ezek a szolgáltatások
igazából a különböző közterek mentén is megtelepedhetnek, ugye Jángél is elég sokat foglalkozott ezzel a területtel, hogy a különböző városi terek hogyan tervezhetőbbek, élhetőbbé, hogyan tudjuk őket még jobban a városlakókra optimalizálni. Ugye mindegyen ismerjük ezt a képet, ugye itt is maguk a városlakók vették célba a területet. Nagyon fontosnak találtam, hogy a nagyváros adatok alapján próbáljam ezeket a szolgáltatásokat elemezni, és egyfajta térképre vetítve megnézni azt, hogy mi befolyásolhatja azt, hogy hova telepedhetnek. Ez az egyik kedvenc mondatom, hogy a városi levegő szabaddá tesz, és a városi adatok. Ugye rendkívül sok városi adatunk van, amit különböző elemzésekkel, hol optimalizációs irányba, hol pedig probléma megoldásra tudjuk felhasználni ezeket az elemzéseket. A különböző szolgáltatási pontokat a városban rávezetettem egy térképre, különböző preferenciák alapján, hogy egy városlakó milyen típusú szolgáltatásokat helyez előtérben. Ezeket a szolgáltatásokat megpróbáltam gyalogos elérhetőségben egyfajta súlyozással ilyen hőtérképszerűen megjeleníteni. Itt láthatjuk, hogy a városnak a belső magjában sokkal többféle szolgáltatás, általunk preferált szolgáltatások közül elérhető számban jelenik meg. Ezeket megpróbáltam különböző adatokkal összevetni, mint például beépítettség, vásárlóerő, és ebből tulajdonképpen kialakulhatott egy olyan térkép, ahol láthatjuk azt, hogy a városnak van mennyire magas a szolgáltatások diverzitása és a gyalogos elérhetősége. Ez például a beépíthetőséggel volt egy különböző elemzésem Pécs városában. De megnézhetjük különböző nagyvárosokban ugyanezt, és igazából kirajzolhatja azt, hogy a domborzat mennyire tudja befolyásolni azt, hogy egy belső városrész mennyire sétálható, illetve az adott város organikus vagy tervezett jellege. Itt különböző városokat láthatunk, Dunaújváros, Algótarján. És a legfontosabb, amifelé igazából haladok a kutatásommal, hogy a város mint adatok rétegét elképzelve, különböző fajta adatok kölcsönhatását tudjuk majd megvizsgálni. Mint például az épített környezet, maga az épületállomány, itt láthatjuk kicsit halványan, hogy az épületállományokat rávetítve a térképre, ez is felattribútumozva, igazából elég sok összefüggést találhatunk, például energiafelhasználást adott a tömbökben, különböző laksűrűség, kompaktság mérése. Ugyanezt tovább vizsgálva megnézhetjük a zöld területekkel. Itt láthatjuk mondjuk Pécs zöld területeit. Ugye itt is fontos a biodiverzitás, a területfelhasználások, a különböző erdők és zöld felületek alkalmazkodó képességének mérése, aztán a növényi használatok eltérő telepítése. És ugyanezt megnézhetjük vizekre is, például a csapadékvízelosztás, a vízfelületek eloszlása a városban, és hogyha ezeket a különböző layereket elképzeljük igazából egy nagy különböző adatoknak a platformjaként, amik összefüggnek, és ezeket rávetíthetem akár erre a sétálhatósági projekt vizsgálatomat, akkor ezeket az összefüggéseket sokkal könnyebben meg tudjuk nézni a különböző adatok között. Igazából ugye a városi tér minősége és használata között elég nagy összefüggés van, hogy a Jángél vizsgálata alapján is. Ezáltal, hogyha ezeket a különböző léreket nézem és vizsgálom, és akár különböző szemszögből is megnézem a várost, akkor alapvetően ki tudom jelölni akár egy sétáló vezetnek a további fejlesztési irányait, vagy egy forgalomcsillapított övezetnek a további fejlesztési irányait. Illetve más különböző indikátorokat is bevehetek. Köszönöm szépen a figyelmet! A Lechner Tudás Központ honlapján találtak sok információt, hogyha valakit érdekel továbbiakban bármi. Köszi szépen, és akkor jöhetnek a kérdések, hogyha kapunk egy kis fényt. Sziasztok! Én mindkét előadótól kérdezném igazából, itt vagyok itt legelőbb, hogy alapvetően, hogyha, mint hallottuk körülbelül, ha az autómegosztás elterjedne, akkor ugye ez egy jelentős
parkolóhelyek szabadulnak föl a belvárosban. Ez ugye milyen, ott ugye akkor szolgáltatások jelennek meg köztéren, akár kitelepülnek oda mindenféle kávézók, akármi, hogy, és ez ugye meg a gazdaságra is hat, ugye nyilván élénkíti valamilyen szinten, hogy vannak erre becslések, hogy milyen mértékű várható mondjuk a közeljövőben, vagy akár 10 éves időtartamban a jövőben. Minek a milyen mértéke? Hát úgy általában az önvezető, vagy nem az önvezető, hanem a car sharing, és ennek kapcsán a nyilván ez más itt nálunk, Budapesten is más ez Hollandiában, de alapvetően nyilván vannak erre modellek már. Hát az én horizontom az addig terjed, hogy nagyon várjuk az önvezető autót, ezt nem említettem meg itt a végén, de hogy az nekünk nagy könnyesség lesz, mert most már nagyjából tudjuk, hogy mikor, honnan, hova mennek az emberek, csak még nagyon nehéz allokálni, tehát még egy kerékpárt, egy mobilit mondjuk el tudnak húzni akár 10 kerékpárt egyszerre egy ember, nálunk egy ember egy autó, úgyhogy egy kicsit macerás a flottának az átallokálása, de ez az önvezető autókkal ez meg fog változni, és azt gondolom, hogy ez az egész város képre is hatással lesz, de mert hogy a saját autó mint olyan az el fog tűnni, és olyan lesz, mint most a ló, hogy így ki lehet majd menni terepre, zárt pályán, vagy valahogy, de ne az utakon, mert hogy ott az önvezető autók fognak menni megosztásban. Tehát ott a BKV is elgondolkozhat a saját szerepén, a MÁV, a Volán, a taxik, meg úgy általában mindenki, hogy akkor mi is a mobilitás, de a többi részt ezt átadnám. Én alapvetően abban látom itt a jövőt, hogy olyan élhető városrészeket tudjunk leszegmentálni, ahol relatív gyalogosan is elérhető minden, ezzel ugye kiváltjuk azt, hogy nem kell autó, nem kell parkolásra időt se tenni és helyet se keresni, illetve parkolókat lehetne akár átalakítani közterekké. Tehát, hogy alapvetően ez lenne a jövő, hogy olyan szolgáltatás mixet létrehozni egy dologosan átjárható hálózatokkal tagolt negyedekben, ahol nincs szükség autóra, vagy ha van is, mert messze kell menni, akkor inkább ezt a megoldást választják. Sziasztok! A Közlekedés Tudományi Intézet munkatársaként a mi dolgunk az, hogy MÁV és a Volán nevében elgondolkozunk ezeken a dolgokon. És általában az adatgazda és én vagyok a hasonló adatokhoz. Nekem az a kérdésem, hogy az időt, mint faktort, akár az, hogy milyen hatása van egy forgalmi változásnak, akár az, hogy mondjuk ugye beszélitek azt, igen, tudjuk pontosan, azért kell tömegközlekedés, mert reggel az emberek elvinnék valahova, utána visszahozzák este, tehát hogy nem a kársanyag önmagában nem megoldás sajnos, mint ahogy az atomerőmű meg a szénerőmű együtt kellenek. Tehát hogy igen, kársanyaggel is, de hogy az időt mint faktort mennyire veszitek figyelme, mennyire modellezitek, akár egy napon belül, akár egy éven belül, vagy egy hatását egy környezeti változásnak akar gyalogolhatóságra. Mint kársági szolgáltató az előbb említett okba, hogy nagyon macerás a flotta átallokálása, ezért ilyen mikroeseményekre nem nagyon tudunk reagálni. Az időjárást ezt figyelembe vesszük, tehát azért azt látjuk, hogy az más egy esős napon, más egy szeles napon, meg más egy napsütéses napon az igény. Én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy mi lesz, de azt gondolom, hogy az övezető autókkal nem lesz ilyen külön szolgáltatási kárserék, hanem lesz egy mobilitás szolgáltatás, ami megosztott járművekkel lesz. Ugye ez most DKV-nak nevezzük, vagy kárserének, vagy nem tudom mi, az mindegy is. A gyalogolhatóságban meg én nem, tehát hogy azt a részt nem tudom, azt tudom, hogy esőbe kevesebben gyalogolnak az emberek a kocsikért. Nem csak az időjárás a lényeg, de igazából egyetértek vele, hogy most mindegy, hogy minek hívjuk, magát azt a tömegközlekedési irányt, ezt nem lehet ezek kiütni a képekből, de lehet egy ilyen, hogy mindegy, hogy minek hívjuk. A gyalogolhatóság még nyilván szomszédsági távolságokban érvényesül, és igazából egy városfejlesztési feladat, tehát ez rajtunk áll, hogy a következő időszakban a város mennyire fejlődni, és mennyire ismeri fel ezeket, hiszen egy-egy ötletben, ha észreveszi maga a város a hozzáadott értéket, akkor az a lényeg, hogy ezt a maga hasznára hajtsa. Na, ez nálunk még képzés, hogy ezt mennyire veszük észre azokban a potenciális fejlesztésekben, ami zajlanak a városban.
Utolsó kérdés. Jó estét mindenkinek. Nekem elsősorban Gringo Bálinthoz van kérdés, de talán mind a kettőtöknek szól, hogy én a biciklizésben jobban otthon vagyok, mint az autókban, és azt tudom, hogy a biciklis appokban tárolt adatokat, azt szokták használni infrastruktúra fejlesztésre, és hogy nektek van-e esetleg olyan együttműködésetek a fővárossal, amiben a policy alkotásban, vagy az infrastruktúra tervezésben részt vesztek, és azt az adatot, amit használ, amit ti magatoknak gyűjtötök, azt valamilyen módon megosztjátok el? Hát, hogy próbálok diplomatikus lenni. Illetve, hogy a másik része, milyen a fogadtatása ennek? Igen. Mi egyelőre nincs fogadtatása. Mi szeretnénk együttműködni a fővárossal sok szempontból, mert maga a card sharing az így még nincsen rendesen szabályozva. Tehát még külföldön általában úgy szokott menni, hogy a szolgáltató megállapodik az önkormányzattal, és nem 100% parkolási díjat fizet, de nem is nullát. Tehát mi azért most azért tudunk gazdaságosan, viszonylag gazdaságosan működni, mert egy elektromos autókkal csináljuk. Tehát a parkolási díjat ki kéne fizetni, akkor nem biztos, hogy megérni ez az egész bizniszt. Ez azt gondolom, hogy ez nem fenntartható. A szabályozás az elindult már 2018. január 1-én a törvénybe bekerült a személyszállítási törvénybe a card sharing, és várjuk a fejleményeket, amiben nagyon szívesen részt veszünk, és egyébként úgy tudom, hogy pont a Közlekedéstudományi Intézet az egyik szakértő társaság ennek a kormányrendelet, illetve a fővárosi rendeletnek a kidolgozásában. Úgyhogy igazából az adatok itt vannak nálunk, már, tehát a fővárosban még nem osztottuk meg, de nem is kérték, ha kérnék, megosztanánk. Viszont van más együttműködésünk ilyen önvezető autókkal kapcsolatban, hogy mert mi abban nagyon szívesen adunk adatot, meg ugye egyébként is, aki szeretne közlekedéssel kapcsolatban modellezni, szívesen osztunk meg olyan adatokat, amik nem sértik az üzleti érdekeinket. Akkor én lehet egy kölcsön kérni. Mert korábban gubiskatokat már elemeztem, most ugye gyalogos dolgokkal foglalkozom. Visszatérve a kérdésre nekünk, a fővárossal holnap lesz egy megbeszélésünk, úgyhogy nem tudom, mi lesz a kimenetele, de hogy van megkeresés, van érdeklődés, de ez meg ilyen képlékeny dolog. Ennyit tudok mondani a kérdésre. Köszönjük. Sziasztok!